Számmal elfogadták a meghívásunkat a Színesini Harton Edit könyvbemutatójára. Engedjék meg, hogy köszöntsem polgármester urat, Színesini Harton Edit, a könyv szerzője, és Kis Pál, aki igazgató főszerkesztője a Magyar Közlekedés című folyóiratnak, bácsalmási származású, még azt hiszem, hogy a polgármester majd egy kicsit bővebben fog róla beszélni, és én itt szeretném megköszönni a nagy nyilvánosság előtt, hogy nagyon sok könyvvel támogatja a könyvtárunkat. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, a jövőben is! Köszönjük szépen, és akkor most felkérném a polgármester urat, hogy köszöntsön mindenkit! Kedves Edit néni, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és a mai zsúfolt, rohanó világba időt szakítottak arra, hogy részt vegyenek ezen a könyvbemutatón, amelyet Színásini Harton Edit írt Bácsalmás és környéke címmel, és eljöttek. Mindannyian az általános iskolában megtanultuk Radnóti Miklós versét, Nem tudhatom című versét. Ebből idézek most két sort. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, és nem tudja, hol lakott itt Veres Marti Mihály. A költő fölülről láttatja a tájat. De mi, akik belül vagyunk, tudjuk, milyen erős a kötődés az azonos szülőhely tekintetében, elszakíthatatlan köteléket sző ember és táj, ember és ember közé. E köteléket erősíti Edit néni munkája, mely Bácsalmás és környéke helytörténeti kutatásainak a legújabb, és fogalmazhatok úgy, a legteljesebb műve. Habár mindannyian jól ismerjük Edit nénit, mégis szeretném megemlíteni szakmai életútjának néhány állomását. Bácsalmási születésű helytörténész, könyvtáros. 1957-ben érettségizett a Hunyadi János Gimnáziumban, a Nyíregyházi Főiskolán szerzett oklevelet. 1963-tól könyvtáros, 1974 és 91 között a könyvtár vezetője, 91-től 2000-ig a Közművelődési Intézmény és Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár összevont intézményének az igazgatója volt. Edit néni meghatározó szerepet játszott, és játszik ma is Bácsalmás ismertségének növelésében, nevéhez több mű, több könyv kötődik. A teljesség igénye nélkül felsorolnám a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium évfordulós emlékkönyve, Bácsalmás kisipara és az ipartestület 100 éve, Bácsalmás, fejezetek egy felső bácskai kisváros történetéből, Bácsalmás és kistérsége helytörténeti bibliográfiája 1990-től 2003-ig, a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium 50 éves jubileumi emlékkönyve. A közelmúltban megjelent almanak pillanatkép a városról, ahol élünk, dolgozunk, azokról, akikkel együtt élünk, esetleg naponta az utcán találkozunk, vagy akikkel ügyes-bajos dolgainkat intézünk. Látjuk őket a televízióban, olvasunk róluk a sajtóban, egy szóval, akik részesei a város életének. Az almanach célja bemutatás, információnyújtás, tájékoztatás, és a legfontosabb a lokálpatriotizmus erősítése. Meggyőződésem, hogy a könyv nem csak erősíti a városunkhoz, közösségünkhöz való tartozást,
hanem közvetlen gyakorlati célokat is szolgálhat. Elősegíti a várospolitikai célok megvalósítását, a rendezvények könnyebb szervezését, a városban élő kapcsolattartását, egymás jobb megismerését. Mintha tükröt tartanánk magunk előtt. Ilyenek, és ezek vagyunk. Edith néni hosszú évekig, évtizedekig kutatott a Bácsalmásváros és környéke írott és íratlan információk halmazában, hogy minél gazdagabb ismereteket tárjon az olvasók elé. Ahogy minden ember része hazájának, úgy tetteivel szülőföldje sorsát jobbíthatja, akár helyben, akár távol él és tevékenykedik. A lényeg, ki mennyire éli át a szülőföldhöz tartozás érzését, és hogy tetteit mennyire lelkesen állítja ezen érzés szolgálatában. Kedves Edith néni, hálásan köszönjük, hogy könyvében emléket állít településünknek, és évtizedek óta töretlen szeretetét áldatja olvasóinak. Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben tevékenykedjen városunkért, az itt élő emberekért, mindannyiunkért. És végezetül engedjék meg, hogy bemutassam Kis Pál urat, aki a könyvnek a szerkesztője, újságíró, bácsalmási származású általános iskoláit itt végezte, nagy szerete van annak abban, hogy ez a könyv megjelent. Ő fogja a könyvet ismertetni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen a polgármesterbe köszöntőjét, és akkor most Kis Pál szeretné egy pár szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én nagyon örülök annak, hogy ez a könyv megjelent. De számomra ez egy különös boldogság volt, hiszen 2-3 hónapig, amíg ez a könyv készült, én itthon voltam, és ez nekem egy különös élmény volt. Köszönöm szépen Edithnek ezt a lehetőséget, és úgy gondolom, hogy talán megengedik, hogy ünnepélyesen bejelentsem azt is, hogy az elkövetkező időszakban nagyon szívesen támogatok és segítek olyan bácsalmasi könyvek kiadását, amely hát egy kiadó kezében eljut odáig, hogy megjelenjen, és az olvasók a kezükbe vessék. Én egy kicsit zavarba voltam az elején, de az Endre megoldotta az én problémámat, mert én nem csak a könyv kapcsán, hanem amúgy is szeretném nagyon sok szeretettel köszönteni Edithkét, és hát vásároltunk egy szép, gyönyörű virágot délután a bátyámmal Tiborral, és mondtam neki, hogy 7 virág legyen benne, mert ez ugye egy üzenet, de miután az Endre elmondta, hogy Edithke 57-ben érettségizett, ezért túlságosan nem kell magyaráznom, hogy miért. Nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánok Edithke. Ez a szép utódból, és a könyv megjelenés alkalmával. És hogyha megengedik, akkor helyet foglalnék, és hogy tulajdonképpen miről beszéltem, az benne van a kikicsoda fejezetben, ott pontosan, ha valaki megnézi Edithke cikkét, akkor megérti, hogy most én miről beszéltem. Ha megengedik, akkor helyet foglalnék, és néhány mondatban talán egy kicsit bővebben bemutatnám a könyvet. Én nagyon örülök azoknak a szavaknak, amit az Endre mondott, és elnézést, hogyha egy kicsit személyesebb leszek, és nem fogom a hivatalos polgári neveket mondani, hogy az Alántén a polgármester úr, és minden, hanem miután ez úgy gondolom, hogy egy közvetlen személyes beszélgetés, talán megengedik nekem, hogy keresztnevükön, vagy úgy jelentsem a hölgyeket és urakat, ahogy én annak idején hívtam és neveztem őket. Mi szerkesztők és újságírók azt szoktuk mondani, hogy a könyvbemutató az tulajdonképpen a könyv ünnepe, hiszen abban a pillanatban, amikor megjelenik, akkor elindul a saját önálló élete egy könyvnek. De én azt szeretem, hogyha egy könyvbemutató alapvetően a szerző ünnepe, mert mégis szegény ő dolgozott vele elég sokat, majd az én rövid bemutatóm után Edithkével erről váltunk néhány szót, hogy hány évig, hány hónapig, hány óráig dolgozott ezen a könyvön, mert miután ez egy nagyon alapos mű, amit majd néhány szóval a következőkben elemezni is fogok, azt kell mondanom, hogy ez nagyon sok munkaórát jelentett az ő számára. Tehát tulajdonképpen azt szeretném mondani, hogy a könyvbemutató a szerző ünnepe, még akkor is, hogyha egy könyv előállításában nagyon sokan vesznek részt, szerkesztő, lektor,
tördelő kollégák nyomdába, akik nyomják a könyvet, de azért alapvetően mindig az a meghatározó, amit a szerző ír, és a szerző gondolata és tartalmi része mindig a meghatározó. Én úgy gondolom, mint utána bevezetőben is mondtam, hogy ez egy nagyon jelentős teljesítmény Edithkétől, mi szoktuk volt mondani, hogy szép munka, férfi munka volt. Néhány olyan gondolatot is szeretnék elmondani, hogy hát én annak is örülök, hogy ilyen sokan vagyunk ezen a könyvbemutatón, mert ez azt is jelenti, hogy ez egy esemény, egy jelentős esemény a város életében. Bár most az internet korszakát éljük, de én azt gondolom, hogy Umberto Eco-nak igaza van, amikor azt mondja, hogy a könyv az ember egyik legtökéletesebb találmánya. Sok mindent mondhatunk, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a Gutenberg galaxis az a végét járja. Én ebben nem hiszek, és úgy gondolom, hogy ez a könyv is dokumentum annak, hogy a könyvnek a mai modern technika jóvoltából egy új korszaka kezdődik, mert ez nem csak egy tartalmas könyv, hanem egy igen tetszetős könyv is. Tehát ezt jó érzéssel adja az ember bárkinek a kezébe. Azt is szoktuk mondani mi újságírók, hogy és ez is a könyvnek az egyik nagy érdeme, hogy csak az történt meg, amit megírtunk. Itt az előbb, mielőtt kezdődött a beszélgetés, itt váltottunk néhány szót erről. Azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a tartalma az nem csak egy évre szól, nem csak két évre, hanem jó néhány évre szól, és mint egy kézikönyv fogják tudni forgatni az olvasók, és mindazok, akik ezt majd kézbe veszik. Ilyen alkalmakkor egy almanakról azt is szoktuk mondani, hogy hiánypótló. Én úgy gondolom, hogy nem hiánypótló, hanem annál sokkal több, ez egy alapmű. És talán azt is mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy egy olyan könyv, amelynek ott kell lennie minden bácsalvási család könyvespolcán és asztalán. De nem csak az itt élők asztalán, hanem azoknak az asztalán is, akik itt születtek és elszármaztak, vagy pedig érdeklődnek, vagy érdeklődni szeretnének bácsalmásról. Úgy gondolom, hogy ebben a könyvben minden benne van, amit ma tudni kell erről a városról, és most elnézést kérek a többi falutól és községtől, mert ugye mint a főszereplőről, ami bácsalmásról beszélünk, vagy beszélek, de az a fejezet is nagyon tartalmas, amely a környező falukról, községekről szól. Hát, mint mondottam, ez egy kézikönyv, de szinte állandóan használhatjuk. Egy almanak, mert az almanak tulajdonképpen egy olyan gyűjtemény, amelyben minden megtalálható. Ebben megtalálható a múlt, a jelen, és talán azt is mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben a jövő is. Mint akkor újságíró, azt szoktam mondani, hogy a forrás rész, a történeti forrás részt a kötetnek az egyik legjelentősebb része, hiszen aki majd ezután kutatni fog, ezután akar írni bácsalmásról, vagy nevezzük azt inkább úgy, hogy az Észak-Bácska fővárosáról, akkor itt minden dokumentumot megtalál, neki csak annyi lesz a dolga, hogy utána jár a dolgoknak. Röviden a könyvről szerkezetileg azt szeretném elmondani, hogy 6 fejezetben olvashatunk bácsalmásról és környékéről. Ez a 6 fejezet egy átfogó szerkezet, nagyon átgondolt, úgy is szoktuk mondani, hogy ez lineáris, egyenes ívű. Ez azt jelenti, hogy egy teljes képet mutat be. A történeti rész, ami a könyvnek az elején van, az egy rendkívül pontos, precíz és tulajdonképpen figyelemfelvívő arra, hogy az előző években megjelent bácsalmás könyveket is elolvassa az a hölgy vagy úr, aki bácsalmás iránt érdeklődik. Nekem az egyik kedvenc fejezetem volt, amikor szerkesztettük a bácsalmás az ezredfordulón, mert eszembe jutott azok a szép gyermekkori évek, amikor ebben a könyvtárban a honismereti szakkor tagjaként a Bács-Bodrog vármegye monográfiáját lapozgattuk, vagy pedig a Rapcsányi fél Baja és Bács-Bodrog vármegye, amelynek nemrégiben jelent meg a hasonlás kiadása, mert azokból a könyvekből megtudtuk, hogy kik voltak a századfordulón, illetve a 20-as, 30-as években bácsalmás előjárói, az úgynevezett leggazdagabb vagy legfontosabb családok, a mesterek. Tehát tulajdonképpen mindent megtudtunk, hogy melyik volt az a vezető réteg, az az elit, amely akkor ezt a várost, ezt a falut vezette, és itt élt. Tulajdonképpen ebben a fejezetben
Editke ezt a történelmi hagyományt folytatta, és a mai időszaknak és a korszaknak megfelelően gyűjtötte nagyon precízen és pontosan azt össze, hogy ma ki a városnak a vezetői, melyik az a nemzedék, amely ma vezet, és kik azok, akik különböző funkcióban a város életében jelentős szerepet betöltenek. Itt a következő mondatot csak azért írtam föl, és azért szeretném elmondani, mert én személy szerint szeretnék a jövőben és eddig is a szerény lehetőségem képes sokat tenni azért, hogy az országban minél jobban megismerjék Bácsalmást, mert én nagyon büszke vagyok arra, hogy itt születtem és innen indultam. A televíziós kollégák jóvoltából az Ablak című műsorban bemutatták a Editke könyvét, és ott a Dombovári Gábor kolléga úgy minősítette az almanakot, hogy a kistérségi könyvkiadás remek műve. Csak zárójelben mondom, mert Magyarország az egy kis ország, és itt mindenki ismer mindenkit. Bánki Ilona a műsornak a szerkesztője és műsorvezetője, az pedig bajai születésű. Bizonyára ez is közre játszott benne, hogy bemutatták a könyvet, ezt csak zárójelben mondanám. Mint említettem, az ezredforduló fejezet után következik a kikicsoda fejezet, amely azt is mondhatnám, hogy azt hiszem, hogy ez lesz a legolvasmányosabb fejezet, hiszen az olvasók, az itt élők, vagy főleg akik már elköltöztek és elszámoztak, ezt a fejezetet fogják különös érdeklődéssel és szeretettel olvasni. Hát úgy halkan jegyzem meg, hogy én nagyon örülök, hogy én is benne vagyok ebbe a kötetbe, de ha nem lettem volna benne, akkor is vállaltam volna, hogy a könyv megjelenését segítsem. Annak viszont külön örülök, hogy Fekete Dezső és Molnár tanár úr is szerepel a könyvben. A Molnár tanár úr cikket a végén tudtuk nagyon nehezen ugye betenni. Editke ezen sokat dolgozott, és hála Istennek sikerült végül is egy nagyon korrekt és megfelelő cikket Molnár Józsefre közölni a almanakba. Szeretném elmondani azt a rögeszmémet, vagy meggyőződésemet, hogy ez is ezt a könyv is megerősítés igazolja, hogy nekem az a véleményem, hogy Rékási tanár úrnak köszönhető az, hogy tanítványai közül nagyon sokan lettek orvosok, biológusok, vagy pedig biológus tanárok. Fekete Dezsőnek és a könyvtár szellemének, így többek között Editke munkásságán is köszönhető, hogy nagyon sok író, újságíró, bölcsész, magyar és történelmi szakos tanár indult el Bácsalmásról, azt is mondhatnám, hogy szép számmal. Ezt itt halkan szeretném megjegyezni, hogy azért azt is el kell mondani, hogy nekünk nagyon jó tanáraink voltak, én a fiúiskolában, Vörösmartiban jártam, de ismerem a barátaim véleményét, a Hunyadiban is kitűnő tanárok dolgoztak, és bizonyára most is dolgoznak, tehát engedjék meg, hogy én arra a korszakról beszélek, amelyet én ismerek. Molnár tanárnő mellett szeretném megemlíteni Bácsalmási tanárnőt, aki magyar tanított nekünk, és ő szerettette meg velünk Vörös Martit, Arany Petőfit, és velem különösen Móra Ferencet. Ő egy kitűnő ember, kitűnő magyar szakos tanár volt, a helyesírást azt hiszem, amely az én szakmámnak az alapja, tőle tanultam meg. Akkor, amikor mi gyerekek voltunk a 60-as évek elején, nem tudtuk természetesen, hogy az ő férje akkor éppen börtönben van. És ezt csak azért mondom el, mert az ő férje is, mint egy 56-os szereplő Bácsalmáson szerepel a könyvben, és ennek különösen örülök. De én úgy gondolom, hogy Bácsalmási tanárnő nem csak kitűnő pedagógus volt, hanem egy nagyszerű ember is. Én úgy gondolom, hogy bár természetesen nagyon elfogult vagyok Fekete Dezső személyével, én nagyon sokat köszönhetek a Dezső bácsinak, hogy az is egy nagyon jó dolog, hogy ő szerepel a könyvben. Ugye most lesz néhány nap múlva az, hogy 15 éve elment, és nincs közöttünk, de én azt mindenféleképpen azt szeretném mondani, hogy ő nagyon örülne most, hogyha itt lenne velünk, és látná az Editke könyvét, meg az előző könyveket is, mert úgy gondolom, hogy Editke Dezső bácsi méltó utóda, és minden elismerés megilleti, és azt is el kell mondanom, hogy Editke életműve ma már sokkal termékenyebb és jelentősebb. Editke folytatója és ma már első számú képviselője a bácskai honismereti kutatásnak, és ezt kitűnő kolléganőm, én úgy mondom, hogy Kutyifa Ica, aki ugyanakkor volt diák, amikor én és a megyei honismereti pályázaton díjat nyertünk mind a ketten, ő írta a szakmai előszót, ezt nagyon szépen és pontosan megfogalmazta.
Úgy gondolom, hogy ez tartozott a könyv bemutatójának a lényegéhez. Én a végére szeretnék még néhány mondatot elmondani, mégpedig azt, hogy szeretném Editkét arra kérni, hogy ne vegye zokon, hogyha majd minél többen kezükbe veszik a könyvet, és megállítják az utcán, fölhívják telefonon, és elmondják neki, hogy Editke, ez sincs benne, Editke, az sincs benne, mert ez azt jelenti, hogy olvassák, vagy olvasni fogják a könyvet. Én úgy gondolom, hogy a szerzőnek ez lesz az egyik legnagyobb sikere. És persze természetesen ez egy alapot, irodalmi alapot ad arra is, hogy mivel kell majd a bővített kiadást módosítani, mert azt gondolom, hogy a második kiadás is jön majd egy másfél év múlva. Hát ugye már arról van szó, hogy ki az, aki hiányzik ebből a fejezetből, akkor én szeretném ezt a sort kezdeni, méghozzá igazat adva a bátyámnak, Patocskai Tibornak abban, hogy Matya bácsi mindenféleképpen hiányzik ebből a kötetből. De azt gondolom, hogy hiányzik Süke Albert is, aki egy futballista volt, bizonyára néhányan, Laci biztos, hogy emlékszik rá, mert együtt játszottak még az NB3-as csapatban. Hát ő lett a legeredményesebb bácsalmási futballista, hiszen NB1-B-be játszott, ugye itthon bácsalmáson középcsatár volt, ott pedig jobbhátvédett a Várpalotai Bányászban. Jó, azt szoktuk mondani, hogy a Folc Tóbi bácsi minden idők legjobb bácsalmási futballistája. Úgy gondolom, én nem láttam a Tóbi bácsit futballozni, de mint embert ismertem, és egy nagyszerű ember volt, hogy ezt hagyjuk meg így a történetbe, de hogy a legeredményesebb bácsalmási futballista az Albi volt, az biztos. Rólam a szakmában, a médiában nagyon sokan tudják, hogy bácsalmási vagyok, és hogyha ilyen hírt vagy információt hallanak a kollégák, akkor fölhívnak és elmondják. Néhány héttel ezelőtt fölhívott engem az egyik kolléga, és azt mondta, hogy tudod-e azt, hogy a Somogy megyei erdőgazdaság vezérigazgató helyettese bácsalmási? Hát mondom, nem tudom, de nagyon örülök neki. Ő éppen akkor készített vele interjút, és akkor gyorsan elkérte tőle a névjegykártyáját, és átküldte nekem. Ha jól értettem, a telefonban őt Németh Péternek hívják, és a mamája a tüdőgondozó vezetője volt a 60-as években. Jól mondtam? Igen. Az az igazság, hogy nekem számtalan bácsalmási történetem van, mert én gyűjtöm a bácsalmási történeteket. Most nem fogom elmesélni, de azt hiszem, hogy a legérdekesebb egy Rákosihoz kötődik egy történet, de néhány év múlva valószínű, hogy ezt meg fogom írni, és mindazokat a dokumentumokat, könyveket, újságokat, egyéb dokumentumokat, amelyek bácsalmásról összegyűjtöttem az elmúlt években, évtizedekben, természetesen szülővárosomnak fogom ajándékozni néhány év múlva, most még hadd legyen az én gyűjteményemnek a fénye. Én úgy gondolom, hogy az is egy ajándék, amelyet Editkétől kaptunk, ez a kitűnő könyv, amelyhez én szívből gratulálok, és azt szeretném kérni tőle, hogy ezt a munkát folytassa, újabb és újabb könyveken dolgozzon, és ehhez kívánok erőt, egészséget és sok boldogság. Köszönöm szépen. És akkor megkérjük, hogy a szerző is mondjon néhány szót. Hát úgy érzem, hogy túlságosan is méltatva vagyok, mert én csak azt igyekeztem papírra rögzíteni, ami bennem élt, és úgy éreztem, hogy ezt meg kell örökíteni. Hosszú évtizedek munkája és élettapasztalat tulajdonképpen az, ami arra késztetett, hogy ez a könyv elkészüljön és megjelenjen. Tulajdonképpen 2000-ben, ugye millenniumi évében rendkívül sok helytörténeti kiadvány jelent meg, és akkor egy kicsit irigykedtem, hogy hú, hát mi már kiírtuk magunkat azzal, hogy megjelent a 1999-ben a Bácsalmás fejezetek egy felsőbácskai kisváros történetéből. Úgy éreztem, hogy még mindig van mondani valónk. És nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy annak idején ez a munkaközösség, mert tulajdonképpen akkor egy munkaközösséget alkottunk, hogy azt a könyvet megírjuk és elkészüljön, a tagjai tovább is dolgoznak,
Sövény Mihály is, Horváth Zoltán is, én is, de most már mindenki a maga területét, a maga szakmai érdeklődése szerint kutatja az anyagot. Hát természetes módon, mivel helytörténettel könyvtárban is, helyismereti könyvtáros is voltam, hogy kellő ismeretet szereztem a helytörténeti gyűjtőmunka, gyűjtés és források használata iránt, és hát természetes volt, hogy ezt feldolgozzam. Tudom, hogy annak idején mennyi problémát jelentett, hogy mit adjunk az érdeklődő honismereti kutatók kezébe. Nagyon-nagyon szegény volt Bácsalmás történeti irodalma, és tulajdonképpen addig, amíg meg nem jelentek újra akár a Bács-Bodrog vármegye földre, vagy Iványi féle kiadások, 1997-ben jelent meg a reprint kiadás, aztán a többi pillanatra, mert írtam magamnak Puskát, egy kicsit zavarba vagyok, és nehezen jut eszembe pedig. Tehát itt utalnék Iványi István Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. 1991-ben adták ki. 1906-1907-ben jelent meg az eredeti, azt kell mondani, hogy nem volt meg Bácsalmási könyvtárnak, úgyhogy megvolt a Borowski féle Bács-Bodrog vármegye monográfiája, amit Pali is említett, hogy annak idején, ugye, és megvolt a Rapcsányi féle Baja és a Bács-Bodrog vármegye községei, amelyet szinte agyonra használtak a honismereti szakkör tagjai, mert az volt az egyetlen olyan forrás, ami az ezredfordulót és az elmúlt század történéseit tárta fel. Elmúlt századok történéseit. Semmi az égvilágon nem volt. Nagy nehezen aztán kiderült, hogy János Halmán megvan a Felsőbácska. A két háború között megjelent Felsőbácska, aminek János Halmán volt a kiadó, tulajdonos kiadója, és tulajdonképpen a családtól sikerült megszerezni, úgyhogy a Bédics Lőrinc bácsi adott rá pénzt, és mentünk el Dezső bácsival megvásárolni a nagy bekötött évfolyamokat. Hát ez egy nagy boldogság volt, mert az egy újabb, olyan adalékokat, forrást jelentett a helytörténet számára, amit úgy éreztünk, hogy ez kiapadhatatlan. Hát egy idő után nyilván az is kiapadt, és aztán jöttek a rendszerváltás évei. Ugye egyre inkább megnyíltak a levéltárak, kutathatóvá váltak, és különösen az jelentett sokat, hogy amikor 1900, illetve készültünk a helytörténeti gyűjtemény, hát az állandó helytörténeti kiállításra, és akkor kezdetleges technikával, sikerült fotóval, fotózással, meg különféle, akkor már voltak azért fénymásolók is, megmutatni a régi lexikonokba és egyéb kiadványokban megjelent Bácsalmásról szóló írásokat, sikerültek képeket kinagyítani, korabeli bácsalmási képeslapokat és életképekről készült felvételeket, és hát tulajdonképpen ezzel kezdődött igazán a helytörténeti részemről a feltárás. Hát példaképpen Fekete Dezső volt, ez természetes. Ő nevelt könyvtárossá, nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon sokat. Néha túl szigorúnak és macerásnak éreztem, amit már csinált, és velem is csináltatott, de akkor azt követően
talán még fokozta ezt az érzést Lisztes László, akinél most már meghalt, a megyei könyvtár igazgatója volt, és annak idején tanított Szegeden is, úgyhogy egy nagyon precíz bibliográfus, és tulajdonképpen egy új rendszerezési eljárás szempontot igyekezett átadni részemre, amit hát megszíveltem, és hát tulajdonképpen így készült az első olyan munkám, ami olyan helytörténeti jellegű, amit később is használható volt, a Felsőbácska repertóriuma. Akkor tanultam meg a keresztkatalógus, illetve a keresztmutatókat, tárgymutatót használni, meg minden, ami nagyon megkönnyíti mondjuk egy helytörténeti bibliográfia kezelését. Tehát ez, hogy is volt az, hogy a gyűjtőmunka, úgy éreztem, hogy na most már elég gyűjtőmunkát végeztem, talán ezt hasznosítani is kellene. Hát kisebb írásokkal kezdődött, mint ahogy összegyűjtöttem az ipartörténeti dokumentációt. Aztán megjelent készült a Bácskiskun megye monográfiája, 97-ben adta ki a CEBA, és hát akkor is elég sokat kerestem, tulajdonképpen a környező községek... Nem forintot. Mert 20 ezer forintot... Gondoltam. 20 ezer forintot kaptam, én nem tudom, hány hónap munkája volt. Hát ennyi volt a tisztelet. Még hány év. Na, az más dolog. Na, szóval lényegében megvolt az összegyűjtött anyag, amiből kiindulhattam olyan szempontból, hogy ha már Bácsalmás történetét feldolgoztuk, meg megvan a forrásanyag összegyűjtve, cédulázva, akkor tulajdonképpen megvolt a környező települések anyaga is, és hát ekkor gondoltam én arra, hogy miután említettem, hogy 2000 után megjelent a Kiskunhalasi almanak is, annak a példája nyomán kezdtem el készíteni ezt a könyvet. Hát én azt szerettem volna már 2003-ban kiadni. Aztán jöttek a változások, különböző választások, intézményátszervezések, akkor megint először az országgyűlésében, akkor a helyhatósági választások. Na akkor, szóval mindig valami történt, és nem tudtam lezárni az anyagot. Végeredményben tavaly, ha jól emlékszem, május 1-én volt úgy, hogy Palival beszélt. László 60. születésnapja. És mondta, hogy ezt nem lehet csinálni, ezt egyszer le kell zárni. Szóval ez így hát, tovább nem. Nem rétes ez. Nem rétes ez, ezt nem húzhatjuk. Én meg nem, szóval nem voltam annyira nyugodt, és jó van, akkor hát jó, lezárjuk. Na most azt hozzá kell tenni, hogyha akkor a Pali ezt nem szorgalmazza, talán a mai napig sincs könyv. A másik dolog pedig az, hogy rengeteg, tehát az a szerzői munka, amit hozzáadott a könyvhöz, nagyon-nagyon kellett, mert egyedül ezt nem lehet. Szóval talán nem is tudtam volna megoldani, az az igazság. És én ezúton is nagyon, nagyon köszönöm a segítségét. Nagyon szívesen. Azt szeretném elmondani, hogy amikor készítettük a címlapot a kollégáimmal, akkor nagyon sokat gondolkodtunk, hogy melyek azok a fotók, amelyek a borítóra kerüljenek. És hát ugye alapvetően a szimbolikus bácsalmási épületek és intézmények vannak rajta. Itt most nem látszódik, de a másik oldalon lehet látni, hogy azért egy mostani épületet, a tanúszodát is rátettünk. De akkor az egyik kollégám azt mondta, hogy na jó, rendben van, de ez mind Bácsalmási, ugye? Mert most már ők tulajdonképpen a kollégáim vizsgázhatnának Bácsalmásról. Annyiszor elolvasták a korrektúrába a kéziratot. Nem mondtam, hogy ez úgy illik, hogy azért mégiscsak a főváros legyen a borítón.
Editkéhez kapcsolódva, és a szabad megengedik a eredeti szakmához visszanyúlva kérdeznék néhány dolgot az Editkétől. Kapcsolódva a Dezső bácsihoz, aki azt kell mondanom, hogy megszállott ember volt, ebből kifolyólag az Editke nagyon finoman fogalmazott, nem biztos, hogy a legjobb főnök volt, mert minden munkatársának a teljesítményét a sajátjához mérte, de azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetett tőle tanulni. Én azt szeretném megkérdezni, mert sokszor akartam kérdezni, hogy hogyan került a könyvtárba Editke. Én arra emlékszem kisrácként, hogy a Harangi Péter bácsi mellett a fényképésznél dolgozott egy nagyon csinos lány. Hát igen, érettségi után szakmát tanul, illetve elmentem fényképezni, nem is tudom, hogy miért. Hát elmentem, tetszett, hogy ugye kezemben van a fényképezőgép, fényképezek, és szerettem is csinálni. Na akkor volt a probléma, amikor megszületett a kislányom, és kiderült, hogy én nem voltam bejelentve. Uppa. Szóval, hogy mondjam, az egy kicsit rosszul esett, úgyhogy akkor összekülönböztünk, meg hát végeredményben dolgoztam egész nyáron, ott volt a pici baba a műteremben, akkor volt még a Pócedit, az jött, és akkor elvitte a lányomat sétálni. Addig én tudtam dolgozni, mert volt úgy, hogy nagyon, hogy mondjam, Péter bácsi szépen elment szabadságra, elutazott Németországba, s engem ott hagyott a műterembe. Hát dolgozni kellett, de adott egy kis kereseti lehetőséget is, úgyhogy azt mondta, hogy ami amatőr fotó van, és munkaidőn kívül azt megcsinálhatom, az az én pénzem. Hát én annak kezdetben nagyon örültem, csak aztán kiderült, hogy hát tulajdonképpen én itt dolgozok, de hát igazából fizetést nem nagyon kapok. Na, és akkor elég az hozzá, hogy hát a könyvtárba is bejártam, és akkor mondja Dezső bácsi, hogy Edith, nincs kedve jönni a könyvtárba dolgozni. Hát mondom, nem tudom, mert hát én fényképész. De hát itt kamatoztathatná a tudását, stb. Ez akkor még ott volt a Juhász Gyula sarkán, vagy már itt volt? Nem, itt volt. Itt volt már? Itt volt már, igen. Itt volt. A 62 karácsonyán költözött ide a könyvtárlányom, meg 63 márciusában született. Én októberben kezdtem el a könyvtárba dolgozni. Először 4 órában. Szóval... és... tulajdonképpen a Zsuzsi néni, Molnár Imréné, az idősebbek talán emlékeznek rá, járásbíró volt az Imre bácsi, felesége dolgozott itt szintén részmunkaidőben, és mi ketten kiegészítettük egymást olyannyira, hogy nagyon sok szép és jó dolgot tanultam tőle, azt hozzá kell tennem, nem beszélve arról, hogy a lánya, az osztálytársa volt a gimibe, tehát nagyon jó kapcsolatban is voltunk. És akkor hogyan lett a fotósból könyvtáros? Na most akkor úgy volt, hogy hát először csak ismerkedtem a könyvtári tevékenység, akkor látom, nagyon sok gyerek jár ide, aranyos gyerekek, minden, és akkor én is megkedveltem a gyerekeket, hát emlékszem. Mi hatodikosok voltunk. Persze, hát ide jártak már akkor. Emlékszem a Harci Tibiékre, emlékszem arra a nagy tanácsköztársasági rendezvényre, ami tulajdonképpen megmozgatta nem csak Bácsalmást, hanem az egész környéket, mert akkor volt a Mausz emléktábla leleplezés. Szóval, hogy mondjam, az nem úgy kell venni, hogy az pártos rendezvény, vagy hogy mondjam, hanem úgy, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek egy olyan kutató munkát jelentett, és sokat jelentett számukra, hisz feldolgozták az utcám történetét. Igen. A bácsalmási mesterségek történetét. Emlékszem, hát Várhegyi dolgozatára. Igen, akkor csodál. Igen, akkor mi, hogy kis Pali is írt akkor. Igen. Akkor Rózsi, milyen kis Rózsi. Akkor igen, akkor szóval, Vince Imre. Igen, ezek, szóval nagyon szeretem ezt a földet, ezzel a címmel volt ez az egész vetélkedő sorozat igen. Tulajdonképpen. Ez az én dolgozatom, akkor a címek font, köszönöm. Igen. És a mai napig is féltve őrzött helytörténeti dokumentum a helyismereti gyűjteményben.
Hát ha megengedjük, annyit fűznék hozzá, hogy itt az előbb beszélgettünk a Sővégi Misivel az utcák történetéről. Az egy nagyon érdekes munka volt, ugye, hogy ott a Bárány utca, az Árok utca, meg ugye az előbb végigbeszéltük a Kézműves utca történetét. Hát tulajdonképpen minden utcának volt egy jellemző története, és ez mi akkor 12-13 évesek voltunk, ez nagyon szép munka is volt, meg nagyon érdekes is volt. De legjobban annak örült, azt tetszett nekünk, mert azt szerettük legjobban, hogy minden hónapban volt egy vendég. Például a Kőhegyi Miska bácsi, a régész, a Sorvos Ede bácsi, a néprajzos, aki ma már én is tudom, hogy Európa legnagyobb néprajzi, dunai néprajzi kutatója. Akkor voltak idős bácsik, a Dudkaák, a... Dudkai. Igen, a Földosztó Bizottság elnöke volt. Meg nagyon Prefortyeri bácsi, a Faragó doktor, és nagyon jók voltak ezek a beszélgetések. Igen, és ez utána is folytatódott. Pali akkor nem itt járt középiskolába, de tulajdonképpen rendszeresek voltak az írólvasó találkozók, folyamatosan fenntartottuk a kapcsolatot a forrással, hát azt megelőzően Kiskunság volt a neve, hát különösképpen Hatvani Dánielt, Zám Tibort, azt szerettük nagyon, Buda Ferit, és hát később, mikor megnyílt az új művelődési központ, akkor olyannyira jó kapcsolat alakult ki Bácsalmásiak és a forrás között, hogy az ifjúsági klub fölvette a forrás nevet is, tehát a forrás folyóirat volt az ifjúsági, a gimnáziumi, vagy úgy mondjam, a diákklubnak, mert közben volt egy másik, egy ifjúsági klub, az pedig Dózsa nevet viselte. Egész, szóval tényleg nagyon jó kapcsolatunk volt, és különösen fontos volt ez a későbbi helytörténeti kutatások idején is, hisz annak idején, amikor még nem is élt a levéltári törvény, azért lehetőségünk volt levéltárokba is oly módon kutatni, hogy hát közvetlen most a Tóth Ágnes, dr. Tóth Ágnes az MTA Kisebbségkutató Intézetében van. Annak idején ő kezdetben gyakorló levéltáros volt, aztán lett a levéltár igazgatója. Hát azt kell mondani, hogy a bácsalmási dolgozatok első kiadványát a bácsalmás egy évtizede, tehát 39-49 közötti időszakot levéltári források alapján tulajdonképpen ő írta meg. Úgyhogy ezzel kezdődött talán az ő elkötelezett téma iránti kutatása is, és hát ebből is írt, vagy doktorált tudtam valaki, és a betelepítések történetével foglalkozva. De ugye nem ez volt az utolsó mű, amit Editke írt? Hát... Most kicsit a szerkesztésre álltam át, mert annak idején... Az nehezebb különben. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és közben is volt szerkesztés, mert hogyha nagyon sokan emlékszik, illetve hát egyesületünk tagjai közül sokan vannak, és tudják azt, hogy illetve jelenlevők is ismerik a bácsalmási dolgozatok sorozatot. Ugye, hát annak a kötetei tulajdonképpen a Csengődi Rudi bácsinak a bácsalmási szőlőkről írt kézirata, hát ez kemény szerkesztői munka volt, azt szóval úgy, hogy az szóval tényleg nagyon tetszett, és éppen a napokban találkoztam valakivel, és mondta, hogy Valla Feri volt itt Bajáról, igen, a Prélon, és ő mondta, hogy az egyik legnagyobb élmény, mint hogyha Móra Ferencet olvasnám, mert úgy tűnik, hogy olyan közvetlen, és a Rezső bácsinak, vagy a Rudi bácsi, úgy mondom, visszaemlékezése. Aztán más dolgok is, annak idején megígértük, illetve kértünk különféle visszaemlékezéseket a bácsalmásról
elszármazottaktól, kaptunk is, nem csak az elszármazott helyét, úgyhogy így megjelent már is Bácsalmás a Városi Könyvtár honlapján van a Skribanek Istvánné Brenner Anna életútja, ami a visszaemlékezések sorozatban jelent meg. Aztán most egy újabb, ugye közben jött egy másik, egy helytörténeti kis dolgozatok, vagy helyismereti kis dolgozatok, hát most a Bácsalmás zöldikékről egy ilyen kedves kis fényképekkel illusztrál. Szóval ilyenekkel megy az időm. És milyenek az első vélemények az almanakról? Hát őszinte legyek, kaptam talán a legrészletesebben, és talán Csőke Gyula volt az, aki nagyon kedves sorokat írt. Elhoztam. De. Akkor, hát nincs itt, de felolvasnám. Kedves Editke, nagyon köszönöm a család nevében is, kedves sorait a könyvében. Tudnék, segített. Nagyon sok jó fotót adott a könyvhöz, és hát ezért természetesen tiszteletpéldányt adtam számára. Őszintén gratulálok ehhez a hatalmas és nehéz munkához. Mindannyiunk együttes véleménye az, hogy nagyon kiváló teljesítmény. Mindenki számára hasznos lehet, aki kicsit is magáinak érzi Bácsalmást és környékét. Az ifjúság számára tartom én nagyon jól felhasználhatónak. Főként úgy, ha valamilyen szakkörön vagy fakultatív órán megkísérelné valaki a régi, elszármazott, vagy csak egyszerűen hírnevet szerzett helyiek rövid megismertetését. Szinte tankönyv lehetne egy elképzelt lokálpatriotizmus tárgy keretében. Gratulálok! Csőke Gyula. Persze én még azt is elmondhatom önöknek, hogy Rékási tanár úr is gratulált Editkének, és a Rékási tanár úr fia is, ugye? Igen. Nem tudom, hogy esetleg bárkinek van-e bármilyen kérdése, az bármit, bárki fölteheti, szívesen válaszol a szerző, illetve a polgármester úr is. Amennyiben nincs, meg a beszélgetés majd bizonyára lehetővé teszi, én még egyszer szeretném Editkének megköszönni és gratulálni ezt a szép munkát, és hát gondolom a könyvet itt nagyon szívesen bárkinek dedikálja. Mielőtt megköszönném az önök jelenlétét és a beszélgetést Editkének, talán nem ünneprontó, ha elmondom azt, hogy és szeretném felhívni önöknek az önök figyelmét arra, hogy a szintén Bácsalmáshoz kötődő Strapák Ferencnek megjelent az új könyve, amelynek Magyar Nyitánya címe, és nagyon szépen és elegánsan emlékezik meg Kis Istvánról, a Kis Pistáról, aki ugye 5 évvel ezelőtt halt meg, és a úgynevezett utolsó parlamentben volt Bácsalmás országgyűlési képviselő. Én még egyszer köszönöm, és minden jót kívánok! Thank you.